Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Ahogy ígértem, továbbra is a Semmelweis napi kitüntetettek a vendégeink. Ezúttal orvosok, akiket szeretettel köszöntök, dr. Lukács Tóth Gyula, aki a Batthyány Stratmann László díjat vehette át július 1-én, dr. Szabó Csilla főorvosasszony, tüdőgyógyász, allergológus, aki dr. Kásler Miklóstól a miniszteri dicséretben részesült, és köszöntöm dr. Kovács István sebész főorvos urat, aki miniszteri elismerést vetett. Tehát a Vigadóban volt, ugye, ha igen, nem emlékszem. Jó estét kívánok Önöknek! Jó estét kívánok! Hát a egészségügy Kossuth díja, talán így mondják, a Batthyány Stratmann László díj, minden esetre az egészségügyben a legmagasabb magyarországi kitüntetés, dr. Lukács Tóth Gyula patológus főorvos vehette át 45 éves orvosi szolgálata után, de hát a gyöngyösiek tudják, hogy kórházigazgatóként is szolgált, és a szakmai tudományos munkássága is jelentős. És ahogy szoktuk ilyenkor a kitüntetések alkalmával, én arra kérem Önöket, hogy valahogy tekintsenek vissza egy kicsit a pályakezdésükre és az eddigi pályájukra is. Hogyan alakult az egészségügyben az orvosi pályájuk, kellemes, esetleg kellemetlen emlékek, minden szép, minden jó. És akkor hát kezdjük a Batthyány Stratmann László díj kitüntetettjével, dr. Lukács Tóth Gyulával. Hát azt hiszem, hogy 45 év után minden szép és minden jó. Ilyenkor már csak a szépre emlékszik az ember. Valóban 45 éve jöttem el dolgozni a Bugát Pál kórház patológiájára. Természetesen nem akartam patológus lenni, hanem sebész szerettem volna lenni, de apám, aki orvos volt, azt mondta, hogy menjél először el a patológiára, tanuld meg a betegségeket, és akkor majd utána nagyobb biztonsággal tudsz dolgozni sebészként is. Hát eljöttem a patológiára, aztán itt ragadtam. Nagyon szerencsés ember voltam, egy kiváló főnököm volt, aki nagyon szeretett és tudott oktatni, és meg is követelte, hogy az ember tanuljon, rengeteg továbbképzésen is részt vettem. Aztán leszakvizsgáztam, szakvizsga után néhány évvel kiszakadtam egy rövid időre a gyöngyösi kórházból, mert én patológus vagyok, fix fizetéssel, a feleségem egy kórházi gyógyszerész volt, fix fizetéssel, és a két gyerekkel elég nehezen jöttünk ki. Ezért 3 évre elmentem a világra, remélem, hogy nem sértek meg vele senkit, egyik legfejletlenebb országába, a jemeni arab köztársaságba dolgozni, ahol hát abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy az országban én voltam az egyetlen patológus. Hát ez valóban különleges. Különleges, igen, mert itt azért az ember, ha nem jut dűlőre, akkor meg tudja kérni a kollégáit, hogy nézze meg más is. Ott nem volt senki, akit meg lehetett volna kérnem, még könyvek se voltak az elején. Aztán később egy kongresszuson vettem ott részt egy ilyen ázsiai TBC kongresszuson, és ott megismerkedtem egy japán főorvossal, akitől kaptam egy nagyon szép angol nyelvű patológiai könyvet, és aki azonnal meg is hívott, hogyha itt letelik a szolgálati időm, akkor menjek el Japánba fél évre tanulni. Hát ebből nem lett semmi, mert családos emberként a családot nem akartam itt hagyni, úgyhogy visszajöttem Magyarországra. Magyarországon valóban eléggé változatos karriert futottam be. Egy időben 6,5 évig a kórház igazgatója is voltam. Ez a 90-es évek. A 90-es, igen. 92-től 98-ig, igen, ha jól emlékszem. Volt benne nagyon szép, de volt benne nagyon rossz is. Beleesett a bokros éra. Igen, ez 95-96. Igen, amikor hát sok-sok munkatársamat el kellett bocsájtanom. Leépítések voltak, ez meglehetősen megviselt engem, úgyhogy éjszaka arra ébredtem fel, hogy zokogok.
mert igen, tudtam, hogy holnap megint 30 embernek alá kell írjam az elbocsátó levelét. Voltak benne nagyon szép dolgok, akkor indult be az úgynevezett új kórház, aminek a felszerelésében részt vehettem. Ez egy csodálatos élmény volt, óriási minőségi ugrást jelentett a technika, amivel utána dolgozhattunk. Én emlékszem önre, mert abban az időben önkormányzati képviselő voltam Gyöngyösen, és a gyöngyösi képviselőtestület ülésein is gyakran megjelent a különböző beszámolókkal, tájékoztatókkal, és hát valóban a kórháznak ez az új diagnosztikai, illetve hotel szárnyának átadása és az új fejlesztések, azok nagyon jelentősek voltak abban az időben. Igen, egy minőségi ugrást jelentett minden tekintetben. Én sem panaszkodhatom, az én munkahelyem is az akkori kor legmagasabb szintű eszközeit kapta meg. Egyúttal olyan technikai lehetőségünk is adódott, amit előtte el sem tudtunk képzelni, hogy Gyöngyösen egy emlődaganatnak meg tudjuk vizsgálni a gyógyszer érzékenységét, ugye ezek a gyógyszereknek nagyon komoly mellékhatásai vannak, és ha nem hat arra a daganatra a gyógyszer, akkor marad a mellékhatás. Arra kérem önt, hogy majd innen folytassuk, mert azt tudom, hogy ön elismert kórházigazgató volt, és sokakat meglepett, hogy 98-ban nem vállalta tovább a kórház irányítását, tehát majd erre majd visszatérünk, és dr. Szabó Csilla főorvosasszonyhoz fordulok, aki ugye a tüdőgondozónak a vezetője. Hát a miniszteri dicséret nagyon szép és komoly szakmai munka van mögötte. Önnek hogyan indult a pályája és hogyan jutott el idáig? Én 1987-ben végeztem a debreceni Orvostudományi Egyetem általános karán, és belgyógyásznak készültem mindenképpen. Tehát egyetemi városban nagyon nehéz volt elhelyezkedni, úgyhogy örömmel fogadtam azt, hogy a Kenézi Gyula kórházban a kardiopulmonológián el tudtam helyezkedni, mert mégiscsak valami belgyógyászati jellegű osztály volt ez, aztán nagyon hamar bedobtak a mélyvízbe, mindent csinálni kellett, ügyelni, osztályos munka, ambulálás, nagyon sokrétű feladat volt, aztán utána ez már nem kardiopulmonológia volt, hanem pulmonológia. 1992-ben leszakvizsgáztam, akkor már volt egy gyermekem, az volt a tüdőgyógyászati szakvizsga, és... És emellett döntött végül is a tüdőgyógyászat? Emellett döntöttem, mert nagyon megszerettem, igen, és ott maradtam. Aztán született egy ikerpár gyermekem, egy fiú és egy lány. Ezután készültem fel az a klinikai immunológia és allergológia szakvizsgára, amit végül is 2008-ban tettem le a debreceni 3-as számú belgyógyászati klinikán, ami tulajdonképpen az immunológia fellegvára Magyarországon, mondhatjuk úgy. Hát elég nehéz volt a család, az ilyen már három munkai gyerekes családanyaként. Igen, a férjem is orvos, úgyhogy sokat ügyeltünk, rengeteg volt a munka. Úgyhogy végül is 2001-ben úgy döntöttünk, hogy ő belgyógyászként az alapellátásban, házi orvosként helyezkedik el, én pedig a tüdőgondozót célozom meg, és el is jöttünk Hajdú-Bihar megyéből ide Heves megyébe, mert nagyon vonzott bennünket a Mátra, ez a szép vidék, és a gyöngyösi tüdőgondozóba kezdtem el dolgozni. Nagyon nagy elánnal belevetettem magam, de végül is másfél év múlva elmentem a 60-i tüdőgondozóba vezetőnek. Hát a tüdőgondozóban nagyon sokrétű a munka, mindenféle betegség előfordul, nagyon sok mindent tudunk ambulánsan gyógyítani, az ambuláns kivizsgálások elég messzire eljuthatnak, úgyhogy volt jócskán sikerélmény, és voltak szomorú betegségek is, amiket végig kellett asszisztálni. Onnan 60-ból végül is 2007-ben kérték, hogy jöjjek a gyöngyösi tüdőgondozóba is.
Úgyhogy én azóta a kettőt együtt csinálom. Tehát jelenleg is átjárhatom. Jelenleg is, igen, és nagyon szeretem. Rengeteg konferenciára eljutottam Kanadába, Argentinába, Tájföldre, Finnországba, Spanyolországba is még sorolhatnám. Úgyhogy azért a szakmai újdonságokkal is igyekszem megismerkedni, de nekem az életem a tüdőgondozó és a mindennapi munka. Hát majd még az aktualitásokra visszatérünk, mert például az allergológia az azért sajnálatosan nagyon aktuális a mai világban, én is szenvedő alany vagyok, de most dr. Kovács István sebészfőorvos úrhoz fordulok. Ugyanezzel a kéréssel mondja el, hogyan alakult a pályakezdése és a eddigi pályája. Hasonlóan főorvosnő, én is 87-ben végeztem, csak én Szegeden. Feleségemmel akkor kerestük a lehetőségeket, hogy hol helyezkedjünk el, már egy meglévő kisfiunkkal, és hát mind a ketten alföldiek voltunk, és mi is szerettük a Mátrát, úgyhogy célba vettük Gyöngyöst, és azóta is itt vagyunk gyakorlatilag, 32 éve. Feleségem gyerekgyógyászként dolgozik, én a sebészeten, és ez nem is igaz, hogy a sebészeten kezdtem, mert a nőgyógyászaton kezdtem igazándiból, ott töltöttem el 3 hónapot, aztán rájöttem, hogy ez nem az én teám, úgyhogy akkor lovagoltam át egy huszárvágással a sebészetre, és nem volt rossz döntés egyáltalán. Már Niedermüller főorvos úr is egy nagyon jó, szakmailag nagyon képzett főnököm volt. Ővel nagyon keveset tudtam csak dolgozni, mert gyorsan nyugdíjba ment, és hát akkor még nekünk volt katonaság, egy évet ott is le kellett húzni. Ez megrövidítette még inkább az együtt töltött időt a Niedermüller főorvos úrral. De aztán jött Gál professzor úr, aki mellett sokat lehetett tanulni ebből a szakmából. Gyakorlatilag a szakmának az egész skáláját befogta az ő munkája. És hát az egyik legnagyobb előrelépés az volt, amikor 1992-ben az országban a vezető intézetekkel majdnem párhuzamosan elkezdtük a laparoszkópos sebészetet. Hát ez a laparoszkópos sebészet utána odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag ma már nem csak az epeműtéteket, hanem sérveket, vastagbelet is operálunk, úgyhogy ezek mind-mind azt mutatják, hogy az ember jó helyre jött, és jókor volt valóban jó helyen. Ahogy olvastam, az önről készült méltatásban érsebészettel is foglalkozik, vagy nem, tehát van egy általános sebészeti szakvizsgám, van egy mellkas sebészeti szakvizsgám. Az érsebészet az annyiban igaz, hogy flebológiával foglalkozom, vagy a vénás betegségekkel foglalkozik. Nem igazán érsebészet. Ez egy határterület, ami gyakorlatilag az érsebészet és az általános sebészet között helyezkedik el, mind a ketten csináljuk. Érsebészet, az amikor az artériákkal is foglalkoznak, az csak a érsebészek csinálják, tehát ezt a határterületet művelem én magam módján. Köszönöm szépen, és akkor újra dr. Lukács Tóth Gyulához fordulok, és ott hagytuk abba, hogy hát 98 végül is ön nem vállalja tovább a Gyöngyösi Bugár Pál Kórház vezetését, és ezt követően hogy alakul a pályája? A pályám úgy alakult, hogy maradtam továbbra is a patológián, itt dolgoztam, aztán egy pár évvel ezelőtt, hát jó pár évvel ezelőtt, amikor összevonták a 60 és a Gyöngyösi Kórházat, akkor összevonták a két patológiát is, és a 6 orvosi állásra továbbra is maradtam egyedül. 6 orvosi állásra? Igen, a két kórházban 6 orvosi állásra. Ezt hogy lehet bírni? Hát most már csak hála Istennek Gyöngyös maradt meg, úgyhogy ez már csak 3 vagy 4 orvosi állást jelent. Eléggé feszített tempóban kell dolgozni ahhoz, hogy az ember nyugodt lelki, hát ha nem is nyugodt lelkiismerettel, de valamennyire megelégedve térhessen haza a munka végén. Nem akarnak a fiatal orvosok rezidensként a patológiára jönni? Nem. Nem csak a Gyöngyösi Kórházban, más kórházakban is ugyanez a helyzet. Egyetemi intézetek még azok, ahol kellő számban vannak fiatalok is, de ők is a szakvizsgáik is talán nem mennek klinikusnak. Pedig azt mondják, hogy valóban az orvostudomány szempontjából egy nagyon fontos terület
a patológia, tehát hogyha valaki szakmailag szeretné képezni magát, akkor ez egy jó alapozó lehet. Igen, hát a patológiának három ága van, amit mindenki ismer, ez a korboncolás. Ez valóban az, hogy a végén, ha már valaki elhunyt, akkor állapítsuk meg pontosan, amennyire csak lehet, hogy milyen betegsége volt, és erre a betegségére megfelelő kezelést kapott-e. A másik ágakat kevésbé ismerik, talán még a citológiát ismerik, a nőgyógyászati vizsgálatoknak szerves része, hogy a méhszájról egy eszközzel mintát vesznek lesodrott hámsejtekből, azt mi megfestjük, és akkor utána értékeljük. Nagyon sok rák megelőző állapotot fedezünk fel ezzel, és akkor hála Istennek időben jut a kezeléshez a beteg. A harmadik a szövettani vizsgálat. A törvény úgy rendelkezik, hogy minden szövetet vagy szervet, amit egy emberből eltávolítanak, azt patológiai vizsgálatnak kell alávetni. Ugye, hogyha kivették a belemet, hát akkor azt már általában nagyon jól tudja a sebész is, hogy mit és miért operált, de az endoszkópos vizsgálatok, a gyomortükrözés, a béltükrözés, amikor egy ilyen fél nyufafejnyi szövetdarabot kapunk, és abból kell megállapítani a betegséget, és annak megfelelően folyik majd a betegnek a kezelése. Hát ez egy elég nagy kihívás, és elég nagy gyakorlatot igénylő feladat. Doktor úr említette, hogy a korai felismerés, és dr. Szabó Csilla főorvosasszonyhoz fordulok, mert tehát az ön méltatásában pedig azt olvastam, hogy nagyon jó diagnoszta, és hogy betegek százai köszönhetik önnek a súlyos kór korai felismerését és a gyógyulási esély növelését. Ez csak az orvosnak köszönhető, tehát a szakmai tudásnak, vagy mennyiben van benne ebben az ember, az empátia? Ha lehet ilyen naív kérdést feltenni. Hogyha a röntgenfilmek értékeléséről van szó, és a tüdőrák korai felfedezéséről, akkor azt kell mondjam, hogy mindenképpen kell egy jó látásmód, egy nagyfokú érdeklődés a radiológia iránt, és szerencsére a radiológia nagyon sokat fejlődött, és amikor a tüdőszűrést egy ilyen 10x10 centiméteres, meg régebben még kisebb filmkockán kaptuk meg, akkor azért ott nagyobb volt a hibázási lehetőség. Most a mai kor szellemében a digitalizálással azért lényegesen jobb minőségű felvételek születnek, de a digitális röntgen sem mondja meg, hogy mi a betegnek a baja. Tehát az ugyanolyan alaposan minden régiót áttekintve kell vizsgálni, mert amit az ember egyszer megnézett és nem vett észre, az visszaköszönhet egy fél egy év múlva, amikor már menthetetlen a dolog. Úgyhogy itt ettől is függ, a másik pedig az, hogy a betegek elmenjenek a tüdőszűrésre, vagyis a lakosság. Tehát jelenleg évente egyszer, már nem kötelező, de ajánlott, nem kötelező, ugye? Hanem ajánlott. Igen. Sajnos a Heves megyei lakosoknál a vidékiek ezt a lehetőséget elveszítették 2015-ben, amikor is a mozgó tüdőszűrő állomást felszámolták, műszer vagy a röntgengép meghibásodása miatt, és ez nem lett pótolva. Úgyhogy mi mindenkit arra presszionálunk, a vidékieket is, hogy jöjjenek be a tüdőgondozóba, és évente csináltassák meg a tüdőszűrést, mert nagyon sok mindent lehet kiszűrni a kezdeti stádiumban, és nagyon sok minden lehet inoperábilis és gyógyíthatatlan, hogyha már tünetekkel, panaszokkal jön. Hát én emlékszem, hogy régebben kaptam évente egy kis levelezőlapot, amin szerepelt időpont is, és akkor lehetett menni. Most várólisták vannak? Tehát, hogyha én bemegyek a tüdőgondozóba, a tüdőszűrésre, akkor gondolom, be kell egy időpont. Nem. Nem? A tüdőszűrésre
a 40 év alattiaknak fizetni kell. Ők általában a foglalkozás egészségügyi vizsgálathoz kérik ezt, vagy nekik ahhoz kell bizonyos szakmákban. A 40 év feletti lakosságnak pedig évente egy tüdőszűrés teljesen ingyenes. Nincsen várólista, nem kell bejelentkezni, hanem jön, és megcsináljuk. És 5 munkanapon belül pedig meg kell kapni az eredményt. Hát én személy szerint el fogok menni, és a nézőket is arra biztatom, hogy jöjjenek tüdőszűrésre. Dr. Kovács István sebész főorvos úrhoz fordulok. Hát itt szóba került a orvosi szaktudás és a tudomány. A sebészekről azt mondják, hogy nagyon fontos a kézügyesség is még azért emellett. Ez így van? Hát biztos, hogy ennek fontos szerepe van, mert az ember a kezével végzi a műtétet, de azért, mint mindent az életünkben, az agyunk irányítja. Tehát ehhez kell egy kézügyesség természetesen, de azt, hogy mikor és mit operálok, azt el kell dönteni természetesen. Hiába van kez az embernek. De volt egy csacska történet, hogy majmot is meg lehet tanítani, operálni, csak nem tudja, hogy mikor és mit. Önnek jó tanárai voltak, akár itt a Gyöngyösi Kórházban oktatók, most itt idézőjelbe teszem természetesen, tehát olyan professzorok, akik mellett lehetett sokat tanulni? Én úgy gondolom, hogy szerencsés voltam ilyen szempontból. Egyrészt szakmailag is, másrészt munkabírás szempontjából példás emberek voltak, az biztos. Tehát azt a munkát, amit ők elvégeztek, azt nem sok ember vállalja életében fel. Tehát példát lehetett? Így van. Tehát nagyon sok szempontból példamutatónak lehet őket nevezni, így ahogy mondja. Néhány percünk maradt már csak, és valami fajta összegzést is kérek önöktől. Hát dr. Lukács Tóth Gyulánál olvastam, hogy több mint 100 tudományos publikáció magyar és angol nyelven. Ez általában a napi munka mellett zajlik, vagy konferenciákra jár ön is? Természetesen a napi munka mellett zajlik, és azért néha egy-egy előadásra való felkészülés ez eléggé munkaidényes. Abban a szerencsében részesülhettem, hogy egy belgyógyász kollégám kitalálta, hogy a pajzsmirigy betegségekkel foglalkozva írj egy könyvet, amihez engem patológusként kért fel. Aztán kiderült, hogy teli képekkel, ugye, ez olyan drága lenne, hogy ezt nem tudja senki sem megfizetni, ezért aztán digitalizált formában készítettük el. Az már csak tényleg hab volt a tortán, hogy abban a szerencsében részesültünk, hogy Magyarország rendezte akkor a világ citológusainak a kongresszusát, és ott ingyen megkapta minden résztvevő ezt a CD-t. Így aztán Japánban is volt, ahol egyetemen tanítottak belőle. Dr. Szabó Csilla már említette, hogy számos konferencián vett részt. A jövőben is tervezi azt, hogy a tudomány mellett is leteszi. Vannak ugye magyar kongresszusok, van, ami évente, van, ami két évente, vannak európaiak és vannak világkongresszusok, amire tud az ember, az eljut. A sebészeknél ez hogyan működik? Hát gyakorlatilag a szakmák ugyanolyan leosztás szerint szervezik a kongresszusaikat. Mi is gyakorlatilag ugye a rendszerváltás óta lehetőségek azok korlátlanok, csak ambíció kell hozzá, hogy az ember elinduljon, meg kedv hozzá, hogy tanuljon, mert hát ez mindig tanulással, újabb és újabb tanulással jár, úgyhogy aki élete végéig akar tanulni és szeret tanulni, csak az menjen a betegágy mellé. Megköszönöm, hogy itt voltak, és még egyszer gratulálok a kitüntetéshez, további jó egészséget, erőt, egészséget a munkához. Kívánok önöknek! Kedves nézőink, Semmelweis napról volt a mai műsorban szó, egészségügyben dolgozó kitüntetéseiről. Itt a második részben főorvosokat köszönthettem, dr. Lukács Tóth Gyulát, egykori kórházigazgató, patológus, főorvost, dr. Szabó Csilla, tüdőgyógyász, allergológus,
szakorvost, a tüdőgondozó vezetőjét, és dr. Kovács István sebész főorvost. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. Nézőinknek a figyelmet köszönöm, további kellemes estét kívánok önöknek. Viszontlátásra!